Magyarországra továbbra is nagy számban érkeznek a vendégmunkások, hogy így fogalmazzak, a vendégmunkás import tovább folyik, olyannyira, hogy egy hangfelvétel tanúsága szerint már a miniszterelnök testvére Orbán Áron és cége is vendégmunkások szervezésében utazik. Az derült ki, hogy 50 vietnámi vendégmunkásnak szervezett úgymond életmentő tanfolyamot a Pécsi Tudományegyetemen. A Mi Hazánk mozgalom évek óta foglalkozik a problémával, és a kormány időről időre a mi nyomásgyakorlásunknak köszönhetően igyekszik is szigorítani ezeket a vendégmunkás szabályokat, csak hogy mi mindig rámutatunk arra, hogy ezek a szigorítások könnyedén kijátszhatóak. Egy ilyen idézőjeles szigorítással állunk most is szembe, elterjedt a hír, és ez valószínűleg így is lesz, hogy a kormány papíron szigorítani fogja a vendégmunkás szabályokat, ugyanis a magánkézben lévő munkaerőkölcsönző cégeknek megtiltja, hogy harmadik világbéli vendégmunkásokat szervezzenek be Magyarországra, csak hogy a minősített munkaerőkölcsönző cégeknek ez továbbra is nyitott lesz, tehát továbbra is lehetőségük lesz erre. A fővárosi kormányhivatal statisztikai adatai szerint 22 ilyen minősített munkaerőkölcsönző cég van jelenleg Magyarországon, tehát nyilvánvaló, hogy a minősített jelzőket is maga a kormány osztogatja, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha a minősített munkaerőkölcsönző cégeknek sem lenne szabad vendégmunkásokat importálni a Magyarországra, de a magánkézben lévő vendégmunkásokat beszervező munkaerőkölcsönző cégekkel is van egy kis probléma, ugyanis még ez a szabályozás is nagyon könnyen kijátszható, nem kell egyebet tenniük, mint hogy nem Magyarországon, hanem külföldön jegyzik be a cégüket, és ők is zavartalanul hozhatják be a vendégmunkásokat, úgyhogy sajnos megint az bizonyosodott be, hogy a kormánynak ez a szigorítása egyfajta kommunikációs trükk, egy színház. A Mi Hazánk mozgalom azt követeli, hogy valódi szigorításokat vezessen be a kormány, és állítsa le a vendégmunkások behozatalát, ezzel párhuzamosan pedig fogadja meg a Mi Hazánk javaslatait, amelyeket évek óta leteszünk mindig az asztalra. Ez az önálló magyar nemzetgazdaság felépítéséről szól, hogy ne olyan beruházások legyenek, amelyek gyakorlatilag mesterségesen generálják a munkaerőhiányt, és akkor erre hivatkozva lehet behozni a harmadik világbéli vendégmunkásokat, hanem például támogassák a magyar kis és közepes vállalkozásokat, kezdjék el feléleszteni a magyar élelmiszerfeldolgozóipart, támogassák a mezőgazdaságot, mert ez lehet csak egy önálló, erős magyar nemzetgazdaság alapja. Ameddig ez nem történik meg, addig Orbán Viktor és a kormány hiába beszél gazdasági semlegességről, mert nem gazdasági semlegesség fog ebből megvalósulni, hanem nyugati és keleti irányba való kitettség. Tehát még egyszer mondom, a Mi Hazánk mozgalom a vendégmunkások behozatalásának teljes tiltását akarja, de ezzel párhuzamosan szeretnénk elkezdeni az önálló magyar nemzetgazdaság felépítését is.